Augustus, a hatalmas római birodalom nagycsászára parancsolatot adott ki, hogy mindenkit írjanak össze egész birodalmában, mert meg akarta tudni, hogy hány ember felett uralkodik. Az összeírás érdekében minden alattvalójának a születési helyén kellett jelentkeznie. Akik nem ott laktak, ahol megszülettek, útra keltek. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert onnan származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. József első dolga az volt, amikor Betlehembe érkeztek, hogy éjszakai szállást keressen Máriának és magának. De mire odaértek, már minden szálláshely tele volt vendégekkel. Nem találtak más, csak egy istállót, ahol meghúzhatták magukat, s ott az egyik sarokban József szalmából csinált ágyat Mária számára, hogy kipihenhessen magát. És az éjszaka eljött Mária szülésének ideje, s megszülte, bepójálta, és a jászolba fektette elsőszülött fiát. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka anyájuk mellett. És hirtelen az Úr angyala jelent meg nekik, s ahogy körülragyogta őket az Úr dicsősége, nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És ekkor mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség magasságban az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ó emberek, gondoljatok ma rá a betlehemi kisded jászolára, amely fölött nagyobb fény tündökölt, mint minden földi paloták fölött. Ó emberek, gondoljatok ma rá, s gondoljatok rá holnap és minden áldott napján emúló életnek, s legyen a betlehemi énekből öröm, a karácsonyi álomból valóság, és békessége már az embereknek.